Csáó, Bárány Gyűrű vagyok. Estűszerűen gumikesztyűben, maszkban, ha egyszer ajándék tetoválás sorsul, tetoválásról van, szóval legyen rajta maszk, meg gumikesztyű minimum. A helyzet az, hogy ide kivártam azokat a Facebookos oldalakat és csoportokat, és ugye a saját a privát Facebookos oldalamat is, ahol azt ígértem, hogy hát hálából, amiért sokszor megosztjátok, lájkoljátok és ugye hozzászóltok a posztokhoz, tehát amiért megosztok fotókat, videókat, stb. Azt mondtam, hogy sorsok közöttetek majd egy szerencsést, hogy egy ilyen 60.000 fontos tetoválás fog nyerni. Most ide ki vannak vágva ezek az oldalak, a privát, az üzleti és a három hobbi oldalam. Oké. Most lehet dicsekedni, hogy egyiken ennyien vannak, ennyien lájkolták, hogy ennyien használták, hogy így vagy úgy. Ugye szerintem nagyjából tudja mindenki, hogy mit lájkolt, hogy mi van, és szerintem már nagyon régen várjátok, ugyanis karácsony környékére ígértem, de ugye annyit tetováltam, annyi dolgom volt, hogy igazából most is nemrég vettük volna a tetoválást, ezért volt az ötlet, hogy azokon a helyeken, ahol tisztaság van, úgymond itt a tetoválás után, itt a helyszínen csinálom meg ezt a sorsolást, és hát eljött ez a pillanat. Tehát fogom magam, és ezeket a dolgokat a tetovált hölgyek, tetovált urak, akik itt lájkoltak, hozzászóltak, megosztottak innen, ugye számítógépen is van készítve, ez a oldal, ez egy csoport, ezt szépen itt összehajtom, esetleg lehet inkább össze egy gyűröm, és letesszük ezt már ebbe a ping kis üvegcsébe. Csak hozzáteszem, új, nem látszik, vagy 600-valahányban lájkolta, lehet, hogy 200-valahányban. Azt mondja, hogy ez pedig itt a Tattoo aukció nevű kis történet. Azt hiszem, hogy majd itt minden... Ez nincs is előkeresve. Nagyon van előkeresve, most felveszem a... Most járunk. Azt hiszem, hogy minden fordítva van, mert a telefonon most úgy van. Oké, összegyűjtjük, tehát a felvétel minden tükörképpel fog átszállni. De majd dobi. Most azt fogom majd kisorsolni, hogy melyik legyek közül melyikből választunk nyertest. Ez itt a Tattoo Like, itt is 673 vagy izgul, vagy főképpen amit egy hozzászóltak, lájkolták, hogy megosztották a dolgokat. Ugyanis azt őket sorsol ki. Ez itt a privát oldalam, Facebookon, Gyuri Koster és Dori is. Ez pedig itt az üzleti oldal lényegében. Ez az, amelyiket a legtöbben lájkolták, ezt az oldalt. És akkor lényegében ebben most benne vannak azok az oldalak, amik én és csoportok, amik lényeg az én nevemhez fűződnek, és ebből fogom kihúzni most azt, ahol, amelyik a posztjából ki fogjuk választani, vagyis hogy sorsolni a szerencsés nyertes, aki majd megosztotta, vagyis a Tattoo Like. A Tattoo Like egy ritkán használt oldal, és pont az nincs előkeresve. Csoportok. De itt van. Mi a Tattoo Like? Igen. Még egyszer megmutatom, igaz tükörképe van, de hát ez most egy ilyen történet. Tehát a Tattoo Like azon jobbára ebben a csoportban olyan képeket osztok meg, amit legtöbbször mások készítenek, és nem tudom mennyire látszik, talán valamennyire igen, amit mások készítenek jobbára, mondjuk pont ezt én készítettem.
Tehát mások készítenek, és valamiért, valami kis hülyeség, ez a legnagyobb maraság, amit a tatuálékon megosztottam, de tetszik, hogy ilyen humorosokat is tatuáltatnak az emberek. Ez már valamivel mások, tehát mindenféleképpen látszik az, hogyha majd egyszer megnézegeted a képeket, közelebb is hozom kicsit, talán ezt is közelebb borítjuk az egészet, ha már így nagy, lehet, hogy kimbolyogni fog. Ennyi százszerűség a vége. Rámegyek a fényképekre. Itt olyan képeket szoktam megosztani, ami nagyon-nagyon tetszik valamelyik tetoválónak a tetkójából. Látjátok, tehát oké, néha az én tetkóim is megjelennek, mégiscsak én kezelem, viszont tényleg olyan tetkók vannak itt, amit az ember csinál egy tripla szaltót hátra. Mondjuk megnézzük ezt hányan. Itt már mindjárt eljött így. Igazából itt jött el az a pillanat, amikor el kell dönteni, hogy a lájkolók, a hozzászólók, vagy pedig a megosztók közül választott. Én már úgy csinálom, hogy ugye innen már nem nagyon veszem ki, hogy miről van szó. Mindegy, én azt mondom, hogy akik lájkolták, szíveskézték, vagy akármi, és innen választok egy embert, ide megyek, rákattintok, ez pedig, nem tudom mennyire látszik már, teljes óra viszem, ha más nem, Sebők Attila. Sebők Attila volt, aki lájkolta ezt a képet, amit megosztottunk, és lényegében, ahogy legörítettem a lájkolókat, csak így belenyúltam, tűnt, ővé lett, Sebők Attila nyert egy 60 ezer forintos tetoválást. Ennyi. Köszönöm szépen. Hoppá, majdnem elfelejtettem. Január 1-e óta szerettem volna meghirdetni, tényleg sok dolgom volt, hogy évelei, egy évkezdő kedvezményt szeretnék adni. 33%. Írd levelet a Facebookon nyugodtan. Ciao, szép napot! Köszönöm a figyelmet!